Fából készült bicikli szerepel a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola végzős diákjainak vizsgamunkái között. Június végéig bárki megnézheti a különleges alkotásokat, sőt szavazhat is az általa legjobbnak talált remek műre. Még csak most kezdődött a vizsgaidőszak, de a legszorgalmasabb és legtehetségesebb diákokat már is megajándékozták a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában. Minden évben kiállítják a végzősök vizsgamunkáit, idén Lezsák Sándor nyitotta meg a tárlatot. Kívánom azt, hogy az öreg haza újuljon meg, hogy ebben a mesterségre, a hungarikumra nagy szükség legyen majd következő esztendőben. Az egyik elismert tehetség ezt a kerékpárt készítette. Ő már egyetemi diplomaszerzés után jött ide az újpesti suliba. Mindenképpen szerettem volna valamiféle használati tárgyakat készíteni, és én eredetileg a kovácsolásra gondoltam, de sokkal kézenfekvőbb volt ebbe a közeli faipari iskolába beiratkozni, és hát az kétségkívül igaz, hogy a fa az egy nagyon szép és nagyon jól megmunkálható anyag, úgyhogy ezért végül megtetszett ez a lehetőség is. Minthogy biológiával és kémiával foglalkozom, így a biológia és a természet kapcsán is képbe jön a fa, hogyha így veszünk. Ezt a kolibrit pedig egy olyan ifjú hölgy csinálta, aki ebben a suliban érettségizett, és aztán itt is maradt szakképzésre. A fához való kötődés szerintem az nagyon, nagyon fontos, mert igazából az elején nekem sem volt ennyire fontos, és tényleg az, hogy megismertem és megtanultam vele foglalkozni, megtanultam vele kitalálni dolgokat, és az, hogy ebből tudok alkotni, ez felemelő érzés szerintem. Évente átlagosan 60 szakembert ad az iskola, köztük bútorművesek, bútortervezők, lakberendezők és bútoripari technikusok is vannak, többségük pedig a faiparban marad. Vannak, akik magyarországi vállalkozásoknál helyezkednek el, viszonylag sokan vannak, akik egy családi vállalkozást visznek tovább. Vannak olyanok is, akik elmennek külföldre dolgozni. Én remélem, hogy csak átmenetileg, amíg egy picit megszedik magukat, lakásra gyűjtenek, esetleg épp a vállalkozás indítására gyűjtenek. Ilyen tanítványunk is van. Ausztriában dolgozott, hazajött, beindította az úgy gyűjtött pénzből a vállalkozását itthon. Fontos az, hogyha az ember ebben az életkorban, tehát nagyjából a tizenéves korban, a 20-as éveinek az elején megszokja és megtanulja a kreativitást, megtanulja azt a fajta gondolkodást, hogy szinte mindent lehet, és mellé egy másik dolgot, hogy hogyan kell mindezt meg is csinálni. Tehát nem csak álmodozunk, nem csak fantáziálunk, hanem tudjuk, hogy mindezt meg is kell tudni valósítani, és ezt meg is tudja csinálni. Azelőtt végtelenek a lehetőségek. A különlegesnél különlegesebb remek műveket nem véletlenül állították ki. Június végéig bárki megnézheti, és szavazhat is az általa legjobbnak ítélt tárgyra. 3 hétig 26-áig lesz nyitva, és az alatt várjuk a látogatókat. És minden látogatótól várunk egy szavazatot, fognak kapni egy kis szavazó lapot, amit bedobnak egy urnába, és azt 26-a után fogjuk összesíteni, és az lesz például az egyik díja.